Kocsis István beszélgetett a pedagógussal. Közös divatbemutatót és műsort adtak elő a tagok. Kikapott az FC 60. Köszöntöm nézőinket, Hegedűs Viktória vagyok, Önök a 60 TV híradóját látják. Az irodalom és az írás szeretetéről beszélt keddeste Ságiné Szűcs Klára. Az Ady Endre könyvtárban tartott programon a 60-i pedagógus részletesen beszámolt az alkotási folyamatokról, műveit már többször is díjazták. Szerzői estet tartott kedden Ságiné Szűcs Klára. A nyugdíjas pedagógusa Kocsis István nyugalmazott könyvtárigazgató beszélgetett az Ady Endre könyvtárban. A szerzőnő leginkább az irodalom szeretetét és az íráshoz fűződő viszonyát hangsúlyozta ki. Ságiné Szűcs Klára elmondta, mindig figyelemmel kíséri az aktuális amatőr szerzőknek kiírt pályázatokat, és ezekre előszeretettel alkot. Irodalombarátoknak írt pályázatokat szoktam böngészni, és ha olyat találok témát, ami kedvemre való, akkor azon elkezdek gondolkodni. Írtam sok állatról, majmokról, légyről, delfinekről, szellemekről, de vannak szomorú és vidámabb történeteim, attól függ tehát, hogy mi az a pályázati kiírás, ami megfogja a fantáziámat. Egyik kedvence az első pályázatra készített műve, melynek címe A betű. Ehhez a szerzeményéhez egy személyes élménye is kötődik. Tavaly pedig ő írta meg egy pályázati felhívásra a 60-i ser legendáját, de emellett számos más elismerést is kapott már egyéb prózái miatt. Ságiné Szűcs Klára azt is elárulta a vendégeknek, hogy számára akár még a főzés vagy egy nyári séta is adhat ihletet ahhoz, hogy újabb szerzeményt alkosson. Az irodalmi személyiségek közül Jókai Mór művei a legfontosabbak, de gyerekkora óta szinte minden műfajban szívesen olvas. A programon Lazári Györgyné, Monori Zoltán és Varga Zsuzsa részleteket olvasott fel a szerző műveiből. A Magyar Rákellenes Liga 60-i alapszervezetében is megünnepelték a nőnapot kedd délután. Az ünnepségen Horváth Richárd polgármester kiemelte, hogy a nők az élet minden területén kiemelkedően teljesítenek, és döntéseikkel fontos szerepet töltenek be a világban. Bár hivatalosan a nőnap már elmúlt, a Magyar Rákellenes Liga 60-i alapszervezetében kedd délután nőnapi ünnepséget tartottak a Grassalkovics Művelődési Házban. A programon dalokkal, valamint közös műsorral ünnepeltek a tagok. Az összejövetelen a klub hölgyei a tavalyi évhez hasonlóan divatbemutatót is tartottak egymásnak, hogy ezzel is hangsúlyozzák azt, a nőiség nem függ a divattól, és az eredendő női értékek kortalanok. A programon egy műsor is megelevenedett a színpadon, melyben a férfiakról szóló monológ is elhangzott. Horváth Richárd polgármester köszöntőjében elmondta, a hölgyek mindig a legfontosabb szerepet töltik be egy család életében, és döntéseikkel a legjelentősebb dolgokat határozzák meg a világban. És higgyék el nekem, hogy önök nélkül a férfiak nem sok mindenre képesek. Ez biztos. Tehát mi rikatjuk magunkat bizonyos hitekben, tévhitekben, de önök azok, akik, és a család az, aki egy férfit férfivá tesz. A klub tagjai itt is nagy szeretettel fogadták a városvezető nőnapi meglepetését. Az FC 60 szombaton kikapott az Egerese ellen. A hazai pályán vívott mérkőzésen egy góllal maradtak alul a 60-iak. Az edző szerint a kapu előtt határozatlanok voltak, ez okozta a vereséget. Még 12 bajnoki van hátra a szezonból. Szombaton sorsdöntő találkozón az FC 60 a listavezető Eger SE ellen lépett pályára a Népkerti műhüves pályán. Az FC 60 legkisebb futballista lányai kísérték fel a csapatokat a kezdéshez. A 30. percben az egri csatár Benke megütötte hazai védőt, Katonát. Az asszisztens jelzésére a játékvezető kiállította a durva szabálytalanságért a csatárt, így az egriek 10 főre fogyatkoztak. Ezután a vendégek teljes védekezésre rendezkedtek be, szúrványos támadásaik hamar elhaltak. Azonban a 71. percben a sok kihagyott helyzet megbosszulta magát. Egy szöglet után Gresho lő keresztbe, Aszódi belekap, és a kapufáról visszapattan labdát Lakatos kotorja a hálóba. Ezzel a kapura eddig veszélytelen Eger vezetés szerzett. A hátralévő időre a vendégek még jobban betömörültek. A 60-iak mindent megtettek a győzelemért, keményen harcoltak. Azonban a 75%-os labdabirtoklási arány is kevés a győzelemhez, ha a gólok elmaradnak. Egy védelmi hiba miatt a 3 pontot az egriek vihették haza.
Szombaton 15 órakor Besenyőtelken lesz a következő mérkőzés. Csütörtökön 10 órakor tartják meg a városi megemlékezést az 1848-49-es hősök tiszteletére. A Kossuth téren köszöntőt mond Horváth Richárd polgármester, a műsorban közreműködnek a Széchenyi diákjai. Csütörtökön várható csapadék, de a változóan felhős időben egy-egy zápor is kialakulhat. Ezen a napon 9-14 fokra van kilátás. Pénteken a szeles időben sokfelé várható eső, zápor, majd délután délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. 7-16 fokra van kilátás, délnyugaton lesz melegebb. Szombaton az eső délután a hóválthatja fel, napközben lehűl a levegő, mínusz 2-5 fokot mérhetünk. Kedves nézőink, Önök a 60 TV híradóját látták, most a Kommentár című magazinműsorunk következik, adásunkat pedig egyházi magazinműsorunkkal zárjuk. Ha tehetik, maradjanak velünk, viszontlátásra!